Itt vagyok a gyönyörű Innsbruckban. Azért jöttem ide, mert FTM baba tanfolyamon vagyok, ami egyszerűen nagyon cool. Azt gondoltam, hogy hát a babák nem tudják megmutatni, hogy hol fáj. Nem tudott tőlük megkérdezni, hogy szúró, vagy inkább égő fájdalom. Nem tudják elmondani neked, hogy inkább reggel, vagy este fáj. Viszont ahogy egyre többet tanulunk, most az első napnak a felénél tartunk, egyre inkább rájövök, hogy a szülők viszont igen. És az is teljesen jó információ. Ráadásul egy babán nagyon jól látszik egy csomó minden. Hú, de nagy itt a forgalom. Szóval, hogyha megnézed a fejét, akkor egy csomó minden látszik rajta. Hogy milyen az arc kifejezése, hogy ráncolja-e a homlokát, hogyha mozgatod a végtagjait, akkor hagyja-e, vagy az egész testével próbálja ellensúlyozni ezt a mozgást. És hihetetlen dolgokat lehet csinálni az FDM segítségével a babákon is. Onnan kezdve, hogy ferde, nyakúság, nem tudom, hogy ez hogy mondják magyarul, a torticollis, tehát amikor így be van állva a nyaka, és nem akarja, nem tudja egy oldalra fordítani, mert mindig mondjuk csak így fekszik. Azon keresztül, hogy hasfájós baba, azon keresztül, hogy shrieking, azt hogy is mondják? Szóval, hogy sokat sír, mindig sír, bömbölös baba, nem tudom. Köldök problémákon keresztül, a kiütésekig, come on! Mármint ez egy olyan dolog, amire egyáltalán nem gondoltam volna magamtól, és el se tudtam volna képzelni, hogy ez hogyan lehetséges, de úgy néz ki, hogy mégis. Úgyhogy nagyon-nagyon várom, hogy visszaérjek a praxisba, és én is csinálhassam ezt a kis pici pácienseken, mert iszonyatosan sokat lehet vele segíteni. Csak hogyha belegondolunk, hogy mondjuk egy gyermek nem úgy nő fel, hogy féloldalasan tartja a fejét, és emiatt eldeformálódik esetleg a feje, és emiatt eldeformálódik a szeme, és látási problémái lesznek, vagy akár az üregei megtelnek, gerincferdülés, és így tovább. Hogyha ez mind elkerülhető, akkor szerintem egész jó megpróbálni. Vége a tanfolyam lett. És most tartok hazafelé Bécsbe megint. Fárasztó volt, de nagyon izgalmas.